mindegy, szeretettel köszöntünk, örülünk, hogy itt vagy. És boldog új évet a drága uraknak, viszont és természetesen a kedves nézőknek is. És akkor így rögtön el is, ezután a mondat után elrontom mindenki kedvét. Jó, egy idézet fog következni. Az idézet a HVG-ből való, és így szól. Rejtelmes mozgások egyszer csak oda vezethetnek, hogy a miniszterelnök, ha nem akar Nyikolaj Ceausescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahová. Jó akaratú emberként azt kívánom, hogy felcsútra menjen. Idézet vége, a elhangzott mondatok atya pedig nem más, mint Konrád György. Én szenteltem ennek az idézetnek egy egész vezércikket múlt szombaton, úgyhogy most befogom a számot, és ti következtek. Feltűnően nagy a lapulás. Még szerencse, hogy egy megnyugtató közleményt a kezembe vehettem. Elolvassam? Igen. Így szól. Elhatárolódik korábbi elnökétől, Konrád Györgytől a Nemzetközi PEN Klub, amiért a magyar próza világszerte egyik legismertebb alakja, lesz össze Wikipédia, megengedhetetlen szavakkal a hitleri Németország és a sztálini Szovjetunió légkörét felidéző stílusban szólított fel néhány napja a demokratikusan megválasztott magyar miniszterelnök elűzésére, ellenkező esetben feleségével együtt történő likvidálására. A HVG-ben csütörtökön megjelent botrányos interjú óta egymást érik az elhatárolódások. Eddig több mint 100 neves magyar író szakított nyílt levélben Konráddal, az egykori demokratikus karta kezdeményezői pedig egy újabb karta aláírásával tagadták meg korábbi vezéralakjukat. Hátat fordított az Orbán Viktor Ceausescu házaspár módjára kivégezni szándékozó műkedvelő szociológusnak, politikai aktivistának több olyan orgánum is, amely rendszeresen helyet ad gondolatainak, így az És, a 168 óra, a Magyar Narancs, a Népszava, az ATV és a Hír TV is jelezte, a jövőben nem ad teret az úszító közíró gondolatainak, forrás az élet hírcsárdája. Ezt te írtad. Ezt én írtam. Hát ha már más nem írta meg, gyerekek. Az a szomorú, hogy ezt neked kellett megírni, mert valóban így lenne helyes a dolog, hogyha sorra rendre állnának elő közírók, közszereplők, médiumok, és azt mondanák, hogy Konrád azzal elég sok minden van a rovásán, sok disznosságáról tudunk, meg István egy pár dolgot meg is majd írt, mindjárt rákérdezünk. Hogy, na de, hogy gyilkosságra buzdítani, tehát az ember esze megáll. Mégpedig úgy, hogy a feleségével együtt kellene Ceausescu mintájára a miniszterelnököt kivégezni, amennyiben nem emigrál az ember, hogy hát hol élünk, és tényleg mi az a rohadt nagy kussolás? Mi az, hogy a liberósok lapítanak? Jó, ez egy... És miért hallgatunk mi is valóban? Ez tényleg egy utolsó szemét becstelen gazember, egy igazi patkány, Konrád György, de nem ma kezdte. Most ugyan szintet lépett, ez kétségtelen tény, persze majd még elemezhetjük, de hát nem ma kezdte ezt, Pista bácsi. Igen. A következő. Hogy mennyire kettős mérszer rögtön kezdjem az előzményével, nem ő volt az első, hanem Bolgár Györgynek egyszer volt egy cikke, és dögöljön meg a kormány. Ezt írta. Erre én, miután nagyon szeretem a kettős mérce hiányát, írtam egy cikket, hogy dögöljön meg Göncz Árpád. De leírtam, hogy én azért írom azt, mert ezt írta a Bolgár. Kérlek szépen, ez két külföldi labban jelent meg, hogy milyen szörnyű, hogy én azt írtam, hogy dögöljön meg Göncz Árpád. De arról, hogy én odaírtam az előző mondatban, hogy ezt csak azért írom. Na hát szóval a Konrádról akkor néhány szó. Ugye, amikor te megkaptad ezt a kitüntetést, és másról nem lehetett hallani, hogy hányan küldik vissza Ádernek ugye a kitüntetését. A fele nem küldte vissza, csak a pofája járt zárójel bezárva. Igen, én akkor Ádertől nyíltan megkértem, hogy mondja meg, hogy hánytól kapta meg. Ki is derült. Nem, de nem, akkor nem volt hajlandó válaszolni. Megkértem Péter Falvi Attilának a hivatalát, hogy legyen olyan kedves, mondja meg, hogy ez rendben van-e. Hosszú gondolkodás után jogi csűrés csavarással odaírta, hogy ez rendben van. Azután jött az, hogy még sincs rendben. Na most Andrásnál, a Demokratában 96-ban egyébként, ez 96, már nem emlékszem, hogy melyik hónapban volt, megjelent a
sógora, aki már meghalt, a Sándor Ernővel egy interjú, amit adott nekem, ő keresett meg, és elmondta, hogy azt a kéziratot, amit ő eldugott a lakásukban a kályha mögé, Konrád György, tehát a Konrád György érdekében dugta el, a Konrád György a rendőrséget odavitte, és megmutatta, hogy hol rejtegeti a kéziratát. Ez a Sándor Ernő után el volt vágva teljesen, ellentétesen Konráddal, aki utazgatott, világútlevele volt. Na most el tudtok képzelni egy olyan embert, akit nagyon-nagyon üldöznek, és utazik mindenhova, Amerikába, Európába, egyszerűen elképesztő. Na most következő történt, itt van a Demokrat, föl is írtam, 96 tavaszán volt. És kérlek szépen, ennek ellenére a francia becsületrend lovagjává ütötték, ez már utána volt, megkapta az Aachen Városa Károly díjat, ahol Németország volt elnöke, méltatta Konrád erkölcsi nagyságát, és ezen kívül a Berlin Brandenburgi Művészeti Akadémia elnöke is volt. És én 2001. 6.30-án megkérdeztem, amikor még a rádió vasárnapi újságjába írtam, és ezt el is mondtam, megkérdeztem a Berlin Brandenburgi Művészeti Akadémia vezetését és sajtóosztályát, vajon tudnak-e arról, amit Konrád György elnökük 96-ban maga is elismert, és leírtam. Megkérdeztem Aachen városának a Károly díjat kiosztó alapítványát, és megkérdeztem a budapesti német nagykövetet is. Kérlek szépen, válasz senkitől nem érkezett, kivéve az akadémiáról, és azt mondták, hogy nem is szabad ilyen kérdést feltenni. Na most én csak gyorsan felsorolom itt, hogy csak 2000-től milyen kitüntetéseket kapott. 2000-ben Goethe emlékére, 2001-ben Nemzetközi Károly díj, amit már mondtam, 2001-ben... Ne haragudj, de én szerintem biztos, hogy nincs olyan hosszú a műsor, hogy az összes kitüntetését Konrádnak felsorol. Még 10 másodperc, még 10 másodperc, rendben. De utána elmondhatod, amit akarsz, a 10 másodperc. De nem is arra értettem, csak én pont megnéztem az adás előtt, hogy hányféle kitüntetés van, és 20-ig jutottam. Igen, utána már nem azért mondom, hogy 2000-től. Tehát 2003 a Német Szövetségi Köztársaság nagy érdemkeresztje, 2003 a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal, 2003 Nikola Tesla díj, 2004 Budapest díszpolgára, 2007 Franz Werfel díj, 2008 a Zsidó Könyvtanács első díja önéletrajz és memoár kategóriában, 2017 Radnóti Miklós antirasszista díj. Na most ez... Gyerekek, fussunk még egy kört Konrád kapcsán. Ugyebár eddig azt a részt boncolgattuk, hogy azt mondja a neves szerző, hogy ha Orbán nem tűnik el magától, akkor Ceausescu sorsára jut, azt pedig tudjuk, hogy mi volt. Gyakorlatilag egy kvázi egy lincseléssel felérő módon lelőtték egy koszos falusi iskola hátsó udvarán a kedves nejével együtt. Pont. Ezt vizionálja ma Konrád György, 120 kitüntetése kitüntetett író. Na de ebből az is következik azon túl, hogy Konrád azt vizionálja, hogy Orbán Viktort egy koszos falusi budi hátsó falánál majd agyonlövik, értelemszerűen nyilván a feleségével együtt, ha már Ceausescu a párhuzam. De ebből az is következik, és ez nem csak ő, hanem ez az összes szemét patkány ott azon a térfélen, évek óta fennen hangoztatják, így kinyilatkoztatják, hogy itt ilyen hol Ceausescu-féle diktatúra tombol Magyarországon, hol Észak-Koreához hasonlítják Magyarországot. És akkor te Konrád szellemi tejtestvére, Spiró, szintén a HVG-nek adott a napokban egy interjút, azt ecseteli, hogy Magyarországon fönnmaradta jobbágy mentalitás, és csak azért tűri ez a társadalom, amelynek 4 millió nyomorgó, éhező, létminimum alatt élő tagja van, és ezeket a mondatokat, ezeket nem csak ezek, bárhova mész, ezt pirulás és szemrebben és nélkül
4 millió nyomorgóról, éhezőről pofáznak, és akkor mondjuk ugyanez a HVG durván egy héttel ezelőtt hosszú interjút jelentett meg a egyik ilyen sztár lipsi közgazdásszal, Zsidai Viktorral, aki azt fejtegeti, hogy hát addig nem lesz a Orbán diktatúrának vége, ameddig nem fog csökkenni a jólét. Mert hogy itt brutálisan megemelkedtek az átlagbérek, brutálisan megemelkedett a minimálbér, közben elolvassuk, hogy a horvátok összesítették a statisztikájukat, és tavaly átléptük a bűvös 3,5 milliós vendégészakát, csak mi magyarok, 600 ezer magyar 3,5 millió vendégészakát töltött Horvátországban. Ez azt jelenti, hogy 600 ezer magyar eltöltött egy hetet Horvátországban nyaralással, ők is nyilván a nyomorgókból kerülnek ki. Meg egyet ezt a 4 milliót, hogyha megpróbálod egy pillanatra komolyan venni. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy ugye már nem is vagyunk sajnos 10 millióan. Durván 9,5 millió ember él az országban, magyar állampolgár van. Ebből azt mondják ők, hogy 800 ezer 1 millió, a valóságban durván 500 ezer külföldön él és dolgozik tartósan. Tehát ez azt jelenti, hogy 8,5 vagy 9 millió állampolgár van itt. Most ezekből kivonod a aggasztyánokat és a csecsemőket, akiket nem látsz az utcán, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy 8 millió emberről beszélünk, akivel mondjuk te szerte 93 ezer négyzetkilométeren nap mint nap találkozol napközben, mert jár kell, teszi a dolgát, és ez azt jelenti, hogy akkor ő szerintük minden második utcán lévő magyar az egy nyomorgó, éhező, létminimum alatt élő szerencsétlen. Tehát tényleg ez látszik az utcán? Akár Miskolcon, akár Budapesten, akár Sopronban? Miért gondolják azt, hogy a szemét pofátlan hazudozás az kifizetődő? Mert tényleg a szektatagokon kívül ezt az égvilágon senki nem hiszi már el. Azért, Zsolt, és nekem egyre szilárdabb az a meggyőződésem, hogy és Konrád nem csak az írói munkásságának a része. Ők fölmérték, hogy, és ezért sopánkodik a Spiro is a jobbágyokon, hogy fölmérték, hogy a Fidesz-KDNP meg fogja nyerni a következő választást, hiszen valóban emelkedik az életszínvonal, jól működik az ország. Egyetlen egy forgatókönyv van, amivel még van valamilyen sanszuk, az pedig az, ha különböző provokációkkal azt a pszichózist tudják kelteni. Ehhez nem kell sok ember, 10-20 ezer ember kell, csak annyi meg bőven van a őrült Budapesten, hogy hát itt diktatúra van, és ezzel ellen lázadni kell, mert a diktátort meg lehet buktatni erőszakos eszközökkel, hiszen a diktatúrát, lásd a proletár diktatúra, vérrel, erővel meg lehet dönteni, mert majd jön egy igazságosabb világ, és mintha mindenkit kivégeztek, aki az igazságos világ útjában állt, utána majd meg lehet hirdetni újra a népi demokráciát. Tehát ezt a forgatókönyvet már lejátszották többször, és nekem az a véleményem, hogy miközben azon túl, hogy ez egy szemét alak. Tehát legyünk őszinték, volt egy jó könyve, de ez egy morálisan egy silány ember, Konrád György. Elment odáig, hogy kipofázta, hogy ezek egymás közt arról beszélnek, hogy hogyan lehetne puccsot csinálni a fennálló államrend ellen, akár azt is kilátásba helyezve, hogy merényletet követni el Orbán Viktor ellen, mert ez az egyetlen esélyük, mert amúgy a nép nem áll mellettük. Utálja őket, mint a Hogy egymás között valószínűleg ez a normál bevett üzemmód, és erről szoktak pofázni ezek a rohadékok. Te is erre utaltál. Hogy is volt ez a történet, hogy miután ti megírtátok, hogy mit írt a Konrad? Mi raktuk ki először, hogy Ceausescu házaspár módjára likvidálná Orbán Viktort és feleségét Konrád. Ez van az ő szövegében, tehát ha felolvastad, az sehogy máshogy nem lehet érteni. Sipitozva hívott fel minket, Pilhár Tamás kollégámat, a HVG-nek a főszerkesztője, hogy ez micsoda aljas hazugság, és szét fog minket perelni. De nem tudtam megmondani, hogy mi. Csak nyilván úgy, ahogy ők egymás között beszélik, az úgy egész máshogy hangzott, mint azért mégiscsak a HVG.hu. De ráadásul ők
ők tették ezt ki a kóstolóba, tehát hogy úgy van, itt van előttem, azt írja a hvg.hu címlapon, hogy interjút készítettünk Konrád György, aki egyebek mellett ezt mondta, és ekkora betűkkel kitették, hogyha Orbán nem takarodik, akkor Ceausescu házaspár sorsára jut. Aztán eltüntették, úgy kellett a keresőben utána járni, mert rájöttek, hogy kontraproduktív a dolog, de hát ők más sem csinálnak, mint hónapok óta, vagy most már évek óta erről beszélnek, valahogy úgy érezhetik magukat, mint szerencsétlen Lenin, amikor ott szomorkodott Berlinben, meg Svájcban, és rájött, hogy hát itt a tömegek sosem fognak mellé állni, és akkor inkább megpucsolta magát. Értem, hogy ugye tegnap a reggel volt, és a fürödtem, csak hogy exkluzáljam magam, mert te szörnyű bűnnek tartod a klubrádió hallgatását. De ugye újságírók vagyunk, Karácsonyi szezont azzal tettem tönkre, hogy végigolvastam a heti lapjaiknak az ünnepi számait, 168 óra és Magyar Narancs, és megjegyzem, a sláger téma ugyanez volt, a diktatúra lebontása, bebörtönzések, elszámoltatás. Most kérlek szépen, tegnap, vasárnap, éppen akkor megismételték ezt a hetes stúdiót, amikor beszélgetnek ezek az újságírók, Bolgár és társai, és Dési János rátért erre a cikkre, és magasztalta. Na most... Mármint a Ceausescu-s? Ezt a cikket. Az interjút magát. Igen. Na most, amit te mondtál, diktatúra mindig, ahogy mondjátok, ezt mondják, nem kellene az állítólagos diktatúránknak, most a kormányról van szó, nem kellene bevezetnie a liberális demokráciáknak a gyakorlatát, és ezeket a rádiókat úgy szétbüntetni, ahogyan ezt teszik Németországban. Te kezdjük talán onnan, hogy legalább ismerkedjünk meg azzal, hogy kikről beszélünk, mert ma még az olvasók, nézők többsége, de nekünk is csak mostanában nem ézgetjük, hogy itt a rendszerváltás eleve hogyan történhetett Magyarországon. Hát hogy fordulhatott elő, hogy Konrád György az egyik legelismertebb rendszerváltó, aki a magyar rendszerváltás emblémája, az egyébként kék útlevéllel a zsebében játszhatta az ellenzékét a 80-as években. És egy napot nem volt börtönben. De ezt hogyan? Tehát tényleg ezt valaki egyszer megválaszolta, hogy Acél Györgytől, Kádár elvtárstól hogyan kapott az ellenzéki üldözött Konrád György kék útlevélet? Hát ezek az érdekfeszítő kérdések. És aztán hogy fordult elő, hogy alig hogy sor került a rendszerváltásra, és ugye nem az általuk favorizált SZDSZ, hanem az MDF nyerte meg a választásokat. Hány hónap telt el a kartázásig, meg a taxis blokkádig? Egy év. Se. A taxis blokkádig még annyi se. Jött a karta, és mi történt? Aki a kartát nem írta alá, jelesül a fideszesek, azokat kiszórták akkor a demokráciából. Akkor lettünk mi feketeseggűek, így jól mondod. Gábor Iván, Magyar Hírlap, mi kapartunk ki titeket a szemétből, és mi is fogunk oda-vissza. Igen, emlékszem. Egyébként még a Konrádhoz, hogy antirasszista díjat is kapott, azt hallottátok, hogy az utolsó 2015-ös volt. Itt van egy rasszista szövege, ami már kezdünk elfelejteni. Azt mondja, hogy és idézem, a zsidók kitüntetett szerepet vállaltak a világ kommunikációs összekapcsolásában, a hírközésben, a kereskedelemben, az intellektuális dialógusban, a föld és a rajta élők világgá változtatásában. Ez az egyetlen világnép, és ebből fakad rendeltetése is. A zsidók nem lesznek utcaseprők, mert a sok évezred alatt felhalmozódott intellektuális tőke tovább öröklődik az utódokra. Az érzékenységet, az alkatot és valószínűleg intelligenciánk természetét is összehagyjuk abban a gén koktélban, amik a gyerekeink. Képzeld ugyanezt valaki hordozható öröksége, és bárhol működtethető. Na most képzeld el, hogyha ez... Ha ezt valaki kicserélne ezeket a pozitív jelzőket, mondjuk negatív jelzőkre, vagy csak a pozitív jelzők negatívra, de visszatérve a mára, emlékeztek az atombombára, a meglepetés, amit Simicska lebegtetett, hogy majd most előjövünk, aztán minden vége lett. Én nekem most összeáll a kép. Hát ez az atombomba. Ezek pucsot akarnak kiprovokálni. Valamilyen módon a rengeteg Soros által pénzzel szervezett, tehát valamilyen módon megpróbálni ellehetetleníteni az országgyűlési választásokat. Nem akarok vészmadárkodni, de szerintem ez az atombomba. És a Konrád itt most kipofázta, mert nagyon okosnak hitte magát, első akart lenni, aki meghirdeti az intifádát. De akkor evezzünk vissza a Pista már egy tett utalást, de ássunk le a mélyére. Ugyebár
ki más, hát Németország, hol másút. Németország hozott elsőként most törvényt, hogy gyűlöletbeszédet le kell venni ugye, Facebookról, és ha nem teszik meg, akkor ilyen milliós, euróban értendő milliós nagyságrendű büntetéseket fognak osztogatni. Tehát ugye harc a gyűlöletbeszéd ellen. Ami önmagában, hát, hogy ez miért nem Sztálinnak jutott eszébe, azt senki nem érti. Hát ennél csodálatosabb cenzúra a Földön nincs. Másrészt pedig akkor képzeljük el egy pillanatra, hogy ma egy jobbos, egy AfD-s német közszereplő kiírja a Facebookjára szó szerint ugyanezt a konrádi szöveget, hogyha Angela Merkel önként nem takarodik, akkor Nyikolaj Ceausescu sorsára fog jutni. Vajon hány pillanatig maradhatna fenn, és hány órán belül kezdene a rendőrség nyomozásba, mint ahogy egy AfD-s képviselő ellen? A rendőrség nyomoz ma Németországban. A Beatrix Tostos, persze. Igen. Igen. Na, hogy ez úgy működik, mielőtt belevágnál, hogy az, hogy mi a gyűlöletbeszéd, azt mi mondjuk meg. Há, persze. Tehát ennek az egésznek ez az alapja persze. És a lényege. Biztosan veletek is előfordult az elmúlt fél évben, egy évben, hogy el voltatok tiltva a Facebook használatától. Hogy? Nálunk a kollégák... Én föl sem megyek rá. Tehát... Jó, de mi mondjuk ugye posztolgatjuk a saját cikkeinket, és aki szerkesztő, az rendszerint egy hónapból legalább egy hetet le van tiltva. És valamikor meg ilyen karanténbe vagyunk zárva, és nem lehet terjeszteni a cikkeinket. Hasonló dolgokért. Tehát olyan mondatokért, ami teljesen normális és teljesen rendben van, de ők tilos táblát mutattak neki. Még kis ízelítő, hogy fog kinézni a cenzúra. Még egy gondolat, ha már felhasználva az Echo TV nyilvánosságát, hát tulajdonképpen eljött az ideje, hogy mondjuk a polgári körök, mert még sok helyütt vannak ilyenek, hogy elindítsanak egy tiltakozási hullámot. Tehát ne csak sopánkodjunk, hanem hát a korrát gyilkosságra buzdít. Hát ezt azért nem szabad szó nélkül hagyni. Tehát szerintem ne csak mi itt, hanem induljanak el a civil emberek, és mondják azt, hogy stop, ezt nem tűrjük el. Tehát legyen nyoma, legyen ereje, legyen súlya, legyen visszhangja annak, hogy ez az ember, aki már minden mértéket elveszített a politikában. Hát ez ott tüntetett, amikor a marihuana cigarettát akarták legalizálni a Vörösmarty téren, amit mi a sípokkal megbuktattunk. Ez akkor Kokós Konrádnak hívtuk, mert hát a drogliberalizáció mellett ágált. Ez az ember túllépte azt a határt, amit nem lehet túllépni. Egy köztiszteletben álló politikus meggyilkolására, és ezzel az adott politikai rend erőszakos megbuktatásáról beszél. Én egyébként simán... Rajta, tessenek tiltakozni, minél többen, annál jobb. A pasaréten lakik ez a rohadék, én simán el tudnék képzelni egy békés sétát a házához. Például, igen. Pár ezeren odaugorhatnánk, szólhatnánk neki, hogy elmennék, örömmel. Kicsit halkabb, tessék a Gyuri bácsinak többet otthon tartózkodni, és nagyokat kussolni, mert még a végén baj lesz. Ugorjunk egy témát. Csak közbevágtunk. Szavaidba, bocsáss. Akartál valamit mondani még? Bocs. Hát, Konrádhoz? Nem, hát kérdeztél erről a... Erről a cenzúráról, igen. Hát ez ugye Németországban különben is már, és Franciaországban is, az egész nyugati világon már cenzúra van, ezt tudjuk. Na most július 1-től életbe lépett ez a hihetetlen törvény, amelyet Heiko Maas igazságügyi miniszter, német igazságügyi miniszter, természetesen szociáldemokrata készített el, és január 1-től ez azt jelenti, hogy a Facebook, a Twitter és a YouTube és a többi abban az esetben, hogyha egy olyan dolgot teszel ki, ami ennek a törvénynek a hatája alá esik, akkor az 24 órán belül el kell távolítani, ha nem 50 millió eurós büntetéssel nézel szembe. És a Beatrix von Storch ennek már az áldozata lett, ugye? Mit is írt ő ki a Facebookjára? Azt írta ki, hogy a rendőrség milyen alapon üzenget arabul Németországban. Az arabokat. Igen. Egyből letiltották. Ezt le kellett tiltani. És Németországban egyébként a zöldek azok egy kicsit mások az itteni szélelbélelt Bernadettektől, és ők is tiltakoznak már, nem csak az AfD, nem csak az Alternatíva Németországért, ő is, és még a Die Linke, a baloldal is, a Sahra Wagenknecht, aki egy nagyon jó fejnő,
Ők is érzik, hogy ez holnap őróluk fog, szólni. Na de marha érdekes, ugye, hogy fordítva minden gyűlölet, mert manapság van egy olyan szó, hogy gyűlölet. Ezt ugyanúgy nem lehet... Ez ugyanaz, mint az antiszemitizmus. Mint az antiszemitizmus, vagy persze, a populista. Hogyha persze. Azt mondják, akkor nem lehet. Akkor, jaj, tényleg? Nagy-Britániában börtönbe mennek már, akiről azt mondják, hogy gyűlöletet kelt. Németországban is, Franciaországban is. És kérlek szépen, tegnap előtt a Cicero nevű jobboldali, konzervatív, liberális, hogy a mi a francot jelent ez az összetétel, ezt nem tudom, pedig jó néhány évig tanultam politológia. És ez írt egy cikket, és ebben a cikkben, miután Orbán Viktor kim volt ugye a CSU-nál Zéon Kolostorban meghívták, azt írta, hogy a gonosz krokodil kim volt. Ez a Cicero nevű politikai kultúrára összpontosító heti magazin. Na most ez nem gyűlöletkeltése, ugye? Az nem gyűlöletkeltése, hogy az egész német sajtó és a francia sajtó egyöntetően azt hazudja, most már 18 év, hogy Magyarországon diktatúra van, s nincs sajtószabadság, és az összes többi hazugságot. Ez nem álhír, ez nem gyűlöletkeltés. Úgyhogy most van egy óriási hír egyébként, ezt se természetesen nem olvashatok a hazai sajtóban. Putyin közölte, hogy szó szerint le fogja másolni a német törvényt, és bevezeti Oroszországban. Na akkor most mit fognak az csinálni? Az jó buli lesz. Egyébként persze, egy megperzselt disznóra ráírni azt, hogy Soros, az a legsötétebb náci időket idéző gyűlölet. Tehát nem, az nem is de egy médium volt, nem is egy politikus, egy fotó, ott elküldtek. Az, mint megtudtuk, a legsötétebb náci időket idéző antiszemita gyűlölet. Orbán Viktor Hungarocell szobrát ledönteni, majd a fejét végig rúdosni a Clark Ádám téren, az, mint tudjuk, az a demokrácia csodálatos betetőződése és dicsősége. Coki gyerekek plusz, ha ráértek, egy kis nyasgem is mindjárt coki után. És akkor ugorjunk, mert hogy nehogy itt maradjunk úgy, hogy az András témáiból egy sem merül fel. András barátunk megnézte a televízióban a Brit Globe Színház előadásában a Rómeó és Júliát, és némi értetlenkedéssel fogadtad, hogy? Hát kérlek szépen az M5-ön, ami egy színvonalas televízió, a Shakespeare korabeli Globe Színházat az angolok rekonstruálták, és bár-bár modernizált nyelvezete felirattal előadták, ahogy annak idején deklamáltak volna, ha mutogattak volna a színészek, a Rómeó és Júliát, amelyben a Rómeó egy néger fiú alakította, és Lőrinc barát is színesbőrű volt. És én néztem hülyén, mert ugye miről szól a darab, hogy Veronában két olasz család, a Capuletek és a Montaguk sarjai egymásba szerelmeskednek, miközben a családok ütik, verik egymást. És hát, mint tudjuk, ennek szomorú vége lett. Olaszok. Minden az emberek eszébe jut Zeffirelli filmje, és akkor azt mondtam magamban, hogy mert ugye tudjuk, hogy a bostoni klasszikusokat, vagy filharmonikusokat csesztetik két egyetemről, hogy minden ötödik zenemű, színesbőrű, vagy női zeneszerző darabja legyen, ami egy... Az jó, mert nincs ilyen. Mert hogy nincs ilyen, az marha jó. Utassatok egy női zeneszerző, nem tudom. Kilomba azt találtam ki, bele is írtam a vezércikembe, hogy még azt is megírjuk, hogy a trójai háborút valaki úgy dolgozza fel, hogy Achilleus néger lesz. De ezt meg órát kellett várnod. Erre jön egy kollega, és azt mondja, hogy figyelj ide, ez már meg is valósult, mert a BBC bejelentette, hogy a trójai sorokban Achilleus, Zeus, néger. Két néger játszom, Achilleus és Zeus. A görögök totál kiakadtak. Azt mondták, hogy ez már azért mégiscsak túlzás. És aranyhajú Achilleus írt a Homérosz. Aranyhajú Achilleus. Aranyhajú, ez egy kis bongyor fekete. Ő az aranyhajú Achilleus. Amiben persze az a gyönyörű, hogy akkor innentől viszont szabad a pálya, mert mondjuk 10 év múlva kedvem szottyan egy játékfilmet forgatni Barack Obamáról, akkor mindenképpen... Barack Hussein Obama.
Barack Hussein Obamáról. Egy fehér nő játsza. Akkor vagy egy fehér nővel fogom rábízni a szerepet, vagy egy borsodi cigánysrácra, vagy esetleg egy helyes kis kínaira. Nem? Hát nehogy már ki. Hogy venné az ki magát, ha egy fekete játszanál Obamát? Vagy Tamás bátyát? De egyébként tényleg az elmebaj az, hogy miért kell a politikai korrektség nevében meghamisítani az egyetemes kultúrtörténetet? Miért kell a politikai korrektség jegyében komplet hülyének? Nem volt néger. Hát Achilleus nem volt néger, és Rómel nem volt néger. Ettől még nagyon szép néger szerepek lehetnek. Amúgy legyünk őszinték, az afrikai kontinensen a civilizációk fejlődése sajnos egy jelentős lépés hátrányban van az európai, mondjuk így csúcskultúrához képest. Ennek sok oka van. Ez egy tény, tehát sajnos néger Nobel-díjasok még nem nagyon vannak, majd nyilván lesznek, mert majd tesznek róla, hogy legyenek. Miért kell hazudni, miért kell elvenni? Tehát elképzelhető, hogy a Hattyúk Tavát is ilyen szép testes, fekete táncosok adják elő. Tehát miért kell tönkreverni azt, ami létezik? Ettől most toleránsabbak lettünk? Ez még csak nem is ostobaság, mert röhögünk itt a nyugat elhűlésén, de ez szimpla provokáció. Igen. Hát ott ülnek a BBC-ben, rendező a forgatókönyvíró, és legyen már néger, basszus. Tényleg! Baromi hangzik. A BBC-t emlegetétek, ma egy olyan döbbenetes hírlátott nyilvánosságot a Brit Times napilapnak a címoldalán, hogy nem fogjátok elhinni. Természetesen az MTN-nek a londoni tudósítója nem fogja észrevenni. A következő a BBC, amelyik folyamatosan papol arról, hogy nemi egyenlőség, egyforma fizetés. Képzeld el, hogy most elsőként a pekingi irodájuknak a vezetője, egy mandarinú csodálatosan beszélő hölgy felmondott azért, mert a BBC-ben ő is és a nők is állandóan, folyamatosan kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak. És képzeld el, kirobbant az egész, a mai Times-on keresztül szólt a BBC-nek a nézőihez és hallgatóihoz, és már 120 nő csatlakozott hozzá, és azzal fenyegettek, hogyha a BBC nem hajlandó nyilvánosságra hozni ezt az egészet, akkor ők is föl fognak mondani. Nagyon helyes. Tehát, hogy Londonban hamarabb vezetik az isztambuli egyezményt, mint Budapesten. Ami ellen a Puzsér rettenetesen ki van akadva. Gyűlöli az isztambuli egyezményt valami rejtélyes oknál fogva. Amikor volt vele a vitám a jogi karon, akkor ezzel jött, hogy a szemét Orbán kormány ratifikálta az isztambuli egyezményt, és ezzel megvetette az alapját a gender study-nak. De azóta ugye... Nem tudtam még rá... Az ugye megérkezett az isztambuli egyezmény, ami nagyon... félreértést keltő a neve, mert valószínűleg a törökök rühelik a legjobban az isztambuli egyezményt. Ugye ez a feminista lobbinak egy ilyen kiáltványa, ami szerint egy férfit már egy csúnya nézésért le lehet sittelni, és a kormány becsületére váljon, hogy amikor elolvasták, hogy mit írtak alá, akkor úgy világosra is vált, hogy soha nem fogják ratifikálni. Tehát most már azért tüntetnek, mert a kormány nem ratifikálja az isztambuli egyezményt. Akkor így már minden világos. Viszont idestől a fél órája nézem a jobb csuklód alatt Havas Henrik Vona Gáborról szóló könyvét, amely kinyitva itt hever, pisztoly a színpadon. Ezt valamiért hoztad. Úgyhogy légy szíves, akkor ne tétovázzál tovább. A karácsony előtti nagy könyvbevásárlásnál ezt így megvettem, és valahogy így nem vitt rá a lélek, hogy ezzel töltsem az ünnepeket, hogy Vona Gábort olvasgatom. De most megtettem, és meglepőbb és meghökkentőbb, mint amit írtak róla, meg mint amire számítottam. Tehát ez, és ugye hát mégiscsak Havas tanár úrnál tanultam az újságíró etikát, a kőkemény, oknyomozó újságírás rejtelmeit, az, hogy hogyan ne váljál mikrofonálványá, és hogyan legyél kérlelhetetlen kérdező, és 238 oldalon keresztül egy óriási PR interjút találtam. Ebben egyetlen normális kérdés nincsen, csak, tehát Havas Henrik egy mikrofon állványjal fejlődött a tornasorban, és csak benyalós alákérdések vannak benne. Bele mennek az érpattokai modellbe, a minden liberálisnak, de nekünk is, mert egy őrület az egész, a legborzasztóbb dolog, amit el lehet képzelni. Itt elbeszélgetnek, hogy bevált, jó, jó. Milyen jó dolgokat csináltok még, Gábor?
300, tehát aki nem hiszi el, inkább ne pazarolja rá a 3000 forintot. Tehát ez nagyon sokba kerülhetett Gáborunknak. És milyen kár, hogy ott penészedik Simicska Lajos raktáraiban az a rengeteg plakát, amit kinyomtattak róla, mert közben Henrik defenesztrálódott. Ha jól tudom, már éppen ott tart most a legfrissebb epizód, hogy Kálmán Olgával azért vesztek össze, hogy most volt-e ott ilyen lelki fenékfogdosás vagy nem, mert az adásrendező a Hír TV-ben, miközben a Havas Henrik mondta, hogy ugyan már úgy szeretted volna, ha te is kapsz ajánlatot, az Kálmán Olga férje volt, mert közben a Lajos már azt is felvette, az Olgán megégett a feje, és most Henrik ezzel vádolja a Facebookon Kálmán Olgát. Igen, hogy gyáva, mert nem merte fölvállalni, hogy bagatelizálni akarta. Nem, hogy akarta ő Havas Henriket. Igen, igen, de hogy egyszer is mind bagatelizálta az egész zaklatási ügyet, igen, ezt maga. Te lehet egy lépcsőházi gondolat, csak egy pillanatra? Miután beszéltünk erről az AFD-s hölgyről, akinek letiltották a Twitter, képzeld el, a férje ma írt egy fantasztikus cikket egy német jobboldali, valóban jobboldali AFD-hez nagyon közel álló hetilapban, és a következő írta, az volt a címe, hogy a Merkel kormányt a cenzúra nem zavarja, de a biztonság hiánya, illetve bocsánat, a cenzúra zavarja, a biztonság hiánya nem. És leírja azt, hogy mi történik Németországban. Következmények nélkül követnek el bűncselekményeket migránsok. Szóval itt tartunk. De egyébként, ha már ezt szóba hoztad, akkor csak egy mondat erejéig a vasárnapi műsoromban, ezzel igen hosszan foglalkoztam, hogy a Die Welt, emberek, a Die Welt ír cikket arról, hogy brutálisan nőnek a bűncselekmények Németországban, és 93%-ban migránsok állnak a elkövetett bűncselekmények hátterében. Hát itt az új cenzúra törvény, hát egy fél évvel ezelőtt ezért még ott felakasztották volna a főszerkesztőt. Kézzed, mi lehet ott, hogyha már Die Welt megírja? És Heiko Maas ilyeneket mond, hogy a ugye most idén szilveszterkor nem a nőket abuzálták a vidám migránsok, hanem a rendőrökre, a mentősökre, meg a tűzoltókra támadtak rá. Szerte némen Berlin, Dortmund, Bréma, Lipcse rendőrök, mentősök, tűzoltók voltak a célpontok. Franciaországban meg összeállt ugye a végső adat. Az volt a legszebb, majdnem meg is autót gyújtottak fel, és majdnem megbincseltek két rendőrt, egyébként ezret. Dehogy is, ezer. 113 egész Franciaországban. 500-at Párizsban. Párizs, környéke, az Île-de-France. És a párizsi egyik külvárosban azt a köztük egy rendőrnőt, meg majdnem meglincseltek ezek az állatok. Hát rúgdosták, fejbe rúgták a földön fekvő rendőr. Persze. Igen. Visszatérve a néger Romeóhoz és Achilleushoz, tehát ugye Orbán Viktorral a Bild csinált egy interjút, ahol ő elmondta, hogy azt szeretnénk, hogy Magyarországon magunk szeretnénk eldönteni. Ilyen egyszerű a dolog, hogyha nem egy nagy kérés, hogy kikkel akarunk együtt élni. Tehát szeretnénk megőrizni a normális kereteket. Például Magyarországon még nem büntetnek meg azért, hogy azt mondod, hogy néger. Mert ez nálunk nem pejoratív, ez egy megszokott kifejezés. Néger, baba, néger, csók. Mindenki tudja. Tehát ez szabad most elsőre gyűlöletbeszédnek tűnik. Nekem is. Nem fölmentettek bennünket, amikor mondtam, hogy a dagadt négert ott volt a úszó olimpia, akkor eljárás volt, és a média hatóság azt mondta, hogy rendben van. Na tessék, akkor 2-2 az állás. Szóval, hogy jó lenne megőrizni a józanész kereteit. Tehát én nagyon szurkolok ilyen értelemben, valóban őszintén mondom Orbán Viktornak, hogy sikerüljön megőrizni a határokon belül a józanész kereteit, mert ez elmeba, és ugye ez a dolog fonált. A színe az az, hogy néger Romeo, meg néger Achilleusz. A fonátja meg 1100 felgyújtott autó, és egy folyamatosan növekvő erőszak minden nemzeti ünnepen. Ebből ki kell maradni. És feketék követnek És ebből ki igen. kell maradni. És ezt nem szabad ideengedni. Mit mond erre Macron, Emmanuel Macron, a francia elnök? Őt se zavarja az, hogy mi történt, hanem most cenzúra törvényt akar bevezetni, még keményebbet, mint Németországban, és állandóan azt mondja, hogy milyen szörnyű, hogy a Russia Today, ugye ez a globális adat, ennek a francia adása, hogy beleszól, és meg akarja szüntetni, pedig, blokkolni akarja a franciaországban. Pedig a Charlie Hebdo-t kellene a heti karcsit kellene betiltani, mert legyünk őszinték, szörnyű volt a vérengzés, na de
szörnyű volt a provokáció is. És azóta folytatólagosan provokálja ez a heti lap különböző emberek érzékenységét. Igen, hetedikén volt, 2015-ben most volt az évforduló tegnap. Igen. Így zuhant a példányszáma, most már valami neves. És az az igazság, hát minek kell gyújtogatni, minek kell provokálni, miért nem, ha már ne legyen cenzúra, de ha a franciák neked annyira hiányzik, hát kezdjék a saját magukkal, mondjuk ezzel a undorító Charlie Hebdo-val, amelyik egyébként elfogadhatatlanul aljas és ordinári módon provokál mindent és mindenkit. Egyébként miután nálunk is cenzúra van, csak a liberálisok javára, ez gyorsan még elmondom, hogy Macron ma indult el Kínába, és kérlek szépen december 29-én, ezt sem vette észre a MT-nek a washingtoni tudósítója, a sajtóklub korábbi résztvevője Járai Judit, a Macronnak a pénzügyminisztere adott egy félelmetes interjút a Wall Street Journalnak, és azt mondta, hogy a keleti nyitás lesz, Peking és Moszkva az irány. És erről kus volt a magyar sajtóban, hát akkor... és ma indult Macron, hogy ezt elkezdje. Na de akkor a 444 hol van ilyenkor? Hát mikor idejött a kínai delegáció, már se hallgattunk, mint hogy mi lesz Tibettel, a diktátorral barátkozik a diktátor. Macron Xi Jinping és Putyinnak a pincsije. Pontosan, hát én nem értem. 444-es fiúk, le vagytok maradva, gyerekek, gyorsan kapjátok össze magatokat, elmegnelettetek a világ. Utolsó mondat csak a németekhez, hogy ugyan a Die Welt meg a német sajtóban megírja az igazat kivételesen migráns és bűnözés ügyben, de azért rögtön jött egy német szakértő, aki ennek kapcsán elmondta, hogy igaz ugyan, hogy a migránsok követik el a bűncselekmények 90%-át, de ezt egy módon lehet orvosolni, ha még több migránst behozunk Németországba. Ezt, mert hogy a családegyesítés révén ezek a sok szegény, magányos, elmagányosodott bűnöző migráns, megérkezik majd az édesanyja, beleül az ölébe, és akkor megjuhászodik szépen, és azonnal el fog menni, elmegy majd főmérnöknek a Mercedes-Benz gyárba. Ez így működik az ő fejükben. 3 percünk maradt, úgyhogy rövidek legyetek, de azért ez még érdekelne. Ugye azt nyilatkozta Orbán Viktor, hogy 2018 a népakarat érvényesítésének éve lesz, és nem csak idehaza, hanem szerte Európában. Mire gondolhatott, és az lesz, de tényleg egy-egy mondatot kérek szépen. Németország. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy szeptember óta a német politikai elit nem tudja, hogy mit csináljon. A németek tudják, jelezték azzal, hogy az alternatíva Németországnak pártot magasra emelték, tehát pontosan látható, hogy a német népnek elege van ebből az őrületből, amit a migráció okozott, a német politikai elit pedig képtelen megoldani ezt a helyzetet. Ausztriában eldőlt, ott a nép oldalára állt a kormány, és egy jobboldali, jobbközép koalíciót hoztak létre. Én szerintem erről beszél Orbán Viktor, hogy sorra rendre, ahol választások lesznek, ott bizony előbb vagy utóbb érvényesülni fog az embereknek azon akarata, hogy józan és épeszű keretek között békében akarnak élni. Én meg egészen röviden akkor, nagyon remélem, hogy arra is gondolt, hogy március 4-én lesznek választások Olaszországban, és elsőprő jobboldali győzelem lesz. Úgy legyen. De még Magyarországon sincs többségben, a valóságban az a többség, aki a politikai többséget képviseli, tehát itt még egy csomó olyan terület van, ahol kiröhögik a magyar embereket, hülyének nézik őket, suttyónak nézik őket, ez akár az üzleti életben, akár a kultúrában, de a média világban is teljes mértékben így van. Nálunk még azok a Kac Dávidok uralják a terepet, akik Zsoltot például egy jó erős lámpavasra szeretnék felhúzni, amiért megint csak nem rúgták ki őket, és nem szólították fel távozásra a 24.hu teljes stábját. Nagyjából ennyi volt már a sajtóklub. Így megelőlegezvé, mert szerintem jövő héten erről értekezzünk, hát ha lesznek még további fejlemények is az ügyben. Hogy hívják az zuglói polgármestert? MSZP-s miniszterelnök jelölt? Karácsony. Karácsony most adott egy interjút, vagy nem, a Spinoza házban volt, ő volt a Soros, ő volt a Soros a rangosnál, és ott ilyeneket beszélt egyebek mellett, hogy ha 500 évig tudná mesélni, hogy a fideszesek hogy könyörögnek neki, hogy ne legyen újra most tavasszal a Fidesznek kétharmada. És ezt a Karácsonynaktól várják és kérik a fideszesek. Na erre varjatok gombot. Erre azért térjünk vissza, ha kérhetem. Ez az álmodik a nyomor.
tipikus valahol esetem. Egy józsefvárosi legénynek vackántán utolsót álmodik a nyomor, írta volt Ady Endre. Egyenesen Karácsonynak. Tanult kollégáim, köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten természetesen a szokott időben találkoznak velük. Én Ausztráliába utazom, úgyhogy addig átmeneti ideig Hut fogja átvenni a műsorvezetését. Minden jót, a viszontlátásra!